A Kárpát-medencei Család Szervezetek Szövetségét több mint 10 egyesület alapította 2001-ben. Az alapítók célja a családbarát szemlélet Kárpát-medencei és nemzetközi terjesztése volt. A KSC folyamatosan bővül, eddig 83 felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és anyaországbeli tagszervezet csatlakozott a kezdeményezéshez. Idei hagyományos családi napjuk pedig bekerült a 2018 a Külhoni Családok Éve programsorozatba. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége február 17-én rendezi meg hagyományos családi napját az Országházban. A Kárpát-medencei családi napot idén a 2018 a Külhoni Családok Éve elnevezésű programsorozat eseményeként szervezik meg. A rendezvényre több száz magyar család érkezik a Kárpát-medencéből. A programok összeállításánál a szervezők a résztvevő felnőttek és gyermekek igényeire egyaránt figyeltek. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szerint tulajdonképpen minden év a családok éve. Céljuk a családbarát szemlélet kialakítása a Kárpát-medencében. A 2001-ben létrehozott szervezet elnöke a Nagykállóban élő Pataki János. A stúdióban pedig vendégem, elnök úr, Pataki János. Köszönöm, hogy bejött hozzánk. Nos, hát nagyon sok vonalon indíthatnánk ezt a beszélgetést. Én úgy gondolom, hogy mégis önökkel kapcsolatban hangozzon el az első kérdés. Mert én például nem olyan régóta tudok arról, hogy egyáltalán létezik ilyen szövetség. 2001-ben mi volt az, ami életre bírta hívni ezt a szervezetet? Volt valami konkrét oka ott az ezredforduló után? Hogyan emlékszik vissza? Én 2000-ben még nem voltam tagja ennek a szervezetnek, de azt tudom, hogy ez sokkal régebben kezdődött. Ugye a Nagycsaládosok Országos Egyesületéről többet hallottak már biztosan, mivel az egy lényegesen idősebb szervezet, ők még a rendszerváltás előtt alakultak, és hát ugye ők kezdték el a magyarországi nagycsaládosok érdekeit képviselni, különféle programokat, szemináriumokat, képzéseket tartottak, egyesületeket hoztak létre, mert ugye akkor még az egyesületek sem igazán léteztek, és így alakult ki az, hogy ismerettségek révén határon túlról is érkeztek vendégek ezekre a képzésekre, és 2001-ben valamilyen oknál fogva 10 szervezet úgy határozott, hogy azért a határon túliak érdekei egy kicsit másabbak, mint azon túl, hogy nagycsaládosok ők is, kicsit másabbak, mint a magyarországi, aki annál fogva, hogy ők ugye más környezetben élnek, tehát más problémákkal is meg kell küzdeniük. És én úgy gondolom, hogy ennek kapcsán 2001-ben ez a 10 szervezet gondolt egyet és létrehozta ezt a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét. Innentől kezdve önállóan, tehát a NOÉ-tól függetlenül próbálták, vagy valamelyest párhuzamosan együttműködve próbálták szervezni az életüket, és gyakorlatilag ez úgy tűnt, hogy eredményes, és ennek folytán egyre több szervezet csatlakozott hozzá, illetve hát határon túl is vannak olyan szervezetek, amelyek ebbe az időszakba jöttek létre, amikor látták azt, hogy van lehetősége annak, hogy valamilyen módon tudják érvényesíteni elképzeléseiket, illetve társa találnak az igényeik megvalósításában. János, a 21. század mit hozott a családok életébe? Hát a 21. század az nem sok jót hozott a családok életébe. Az a helyzet, hogy gyakorlatilag ugye tudjuk azt, hogy a fejlett világban, úgymond a fejlett világban mindenütt demográfiai probléma van. Tehát kevesebb gyerek születik, kevesebb házasság köttetik, kevesebb család van tulajdonképpen. És ennek az lehet az egyik oka, hogy ugye az emberek életszemlélete abba az irányba mozdult el, hogy a karriert, az egyéni boldogulást tekintik elsődlegesnek, és ennél fogva háttérbe szorul a család. És
most látszik ennek a hátulütője a demográfiai adatokban, amikor látjuk azt, hogy a fiatalok megpróbálnak egyedül boldogulni, megpróbálnak önállóan élni, és a társadalom, vagy hogy mondjam, ez a kép van az ember előtt, hogy ezt így kell csinálni, viszont ez egy tévútnak bizonyul, mert bizony a család a jövés, és nagyon sokan elfelejtik azt, hogy vagy majd későn jönnek rá, hogy az ember boldogulása, vagy az igazi karrier, az nem a javak megszerzésében van, vagy azoknak a használatában van, hanem a családban van, mert mikor valaki megöregszik, akkor az autója is cserben hagyja, a lakásába is elromlik minden, nem fog tudni elmenni egzotikus utazásokra, viszont nem lesz senki, aki támogassa. Ha viszont a család mellett dönt, ha gyermekei vannak, akkor lesz támasz a öregkorára is. A család pedig fontos, ugye primár közösség a mi életünkbe, tehát sok mindent onnan hozunk, és ahogyan a felvezetőben is elhangzott, az önök szervezetének ugye egyik jelmondata, hogy minden esztendő a családok éve. Magyarországon viszont a 2008 a családok éve, ezt már több helyen is olvashattuk, és szintén a felvezetőre utalnék vissza, hogy az önök szombati budapesti programja pedig a 2018 a külhoni családok éve programsorozatnak a része. Ezt hogyan kell elképzelnünk? Mi lesz szombaton konkrétan? És mi az, hogy önöknek hagyományos családi napjuk van? Gyakorlatilag ugye 2010 után, amikor kormányváltás történt, és ugye változott az alaptörvény is, ami lehetővé tette a külhoni magyaroknak az állampolgárság felvételét. Akkor felmerült igényként az, hogy ugye többen impozáns helyen szerették volna letenni az állampolgársági esküt, és így megadatott az a lehetőség, hogy a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének szervezésében az Országházban, a Szent Korona mellett tegyék le ezt az állampolgársági esküt. Ugye most már nincsen ilyen eskütétel, mert aki fel akarta venni az állampolgárságot, azok nagyobb rész már ezen túl vannak, viszont ez azóta hagyománnyá vált, hogy minden évben a házasság hetének záró eseményeként, a mi részünkről záró eseményeként egy ilyen családi napot tartunk a országházában, mert ugye aki járt már az országházban tudja, hogy négy oszlop kivételével azt magyarországi anyagokból és magyarországi emberek építették, akik, hogyha most visszanézzük, akkor már nem magyarországiak lennének. Az, hogy a házasság hete van, és az a nap pedig a szeretet és a szerelemé, amikor mi most találkozunk és beszélgetünk, nyilván nem véletlen, hogy a családokkal kapcsolat és családokkal kapcsolatos kiemelt nap is, mint ünnep ezen a héten kap helyet, időpontot. A házasság kérdéséhez, ha röviden meg tudja fogalmazni önök, hogyan állnak, hogyan tudják értékelni, egyáltalán hogyan látják, hogy az emberek hogyan értékelik a házasságot, mint olyan mostanában? Hát a házasságnak az értékelése azt szerintem nem változik. Legfeljebb egyes emberek állnak hozzá másképpen, ugye most igazából a mai fiatalokról van szó, mert őnekik a feladatuk lenne a házasodás. Volt ettől sokkal rosszabb helyzet. Én azt gondolom, hogy ma már a mi tevékenységünk folytán és a családos szervezetek tevékenysége folytán egyre pozitívabb a házasságnak a megítélése. Tavaly volt egy ifjúságkutatás, amiben kimutatásra került, hogy a fiatalok házasságban és családban képzelik el a jövőt. Még a vágyak és a megvalósítás között hézag van, tehát ezt még ki kell tölteni. Reméljük, hogy majd legalább annyian fognak házasodni, mint ahányan szeretnének. Tehát meg lesz a fiataloknak ez a lehetőségük. Én gondolom, hogy szombaton is önök erre fognak koncentrálni majd ezen a közös napon is. Így van. Ezen túl pedig a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének nem csak a házassága a fontos dolog, hanem ugye az, hogy a határon túli honfitársaink azok szülőföldükön tudjanak boldogulni.
Tehát a magyarság megmaradása és a szülőföldön való boldogulás az, ami egy lényeges eleme annak, amiről szó is lesz ott a konferencián. Köszönöm, János, hogy itt volt a stúdióban, és sikeres szombati napot kívánok Önöknek. Köszönöm szépen.